A harmadik egyetemi évem elején egy őszi napon arra ébredtem, hogy zsibadnak a karjaim és a lábaim. Anyukámmal beszéltem éppen telefonon, és hogy lenéztem a lábamra, megláttam egy barna foltot, azt mondtam neki, ő pedig azonnal utasított, hogy menjek a kórházba. Néhány órával később már a Szent László intenzív osztályán voltam, már kómában. Ugyanígy ébredtem, közel egy hét múlva, elhalt, elfeketedett végtagokkal, és a következő két hónap során, közel 20 műtét alatt, bőreim és izmaim nagy részével együtt ezeket eltávolították rólam. Agyhártya gyulladásom volt, mely után egy szeptikus sok be. Ez nagyon leegyszerűsítve annyit jelent, hogy megalvadt a vér az ereimben. Ami megmaradt, nagyban köszönhető annak, hogy édesapám szaktudását az orvosok elfogadták, és elismerték, és kockáztatva, de hagytak időt a szervezetemnek, hogy magától gyógyuljon. Közben a családom és barátaim folyamatosan mellettem voltak, és tartották bennem a lelket. Bár ez az adott helyzetben nem volt egyszerű feladat, én magam sem tudtam, hogy életben akarok-e maradni. Volt olyan, hogy nem tudtam mozogni, leginkább csak ez volt. Nem tudtam egyedül enni, de hogyha véletlenül valamit megemítettem, hogy kívánnék, csodálatos módon néha aznap megjelent. Egyszer megemlítettem a barátomnak, hogy Szívesen ennék a browni amit az éttermükben készítettek, és nagyon szerettük, ő pedig másnap egy Tornyosuló tárcányival érkezett belőle. Én egy harapást tudtam enni, viszont a barátaim között, akik néhányan minden egyes nap ott voltak mellettem, valószínűleg elfogyott a többi. Teljesen ki voltam szolgáltatva a családomnak a barátaimnak, az orvosoknak és a nővéreknek, és nem csak a kórházban, hanem hónapokig még utána is. Nem tudtam egyedül enni, nem tudtam egyedül tisztán tartani magam. Alig tudtam mozogni, és nagyon nehéz volt elfogadni ezt a helyzetet, annak ellenére, hogy nagyon volt más választásom. Elvesztettem a függetlenségemet, amit 20 éves egyetemistaként akkor kaptam meg először életemben. Teljesen kilátástalan volt, hogy újra önálló legyek. De aztán idővel elkezdett javulni a helyzet, újra megtanultam egyedül enni, egyedül felöltözni. Egyedül járni, és késznek éreztem arra, hogy visszatérjek az egyetemre. Ebben az időben elköltöztem otthonról, és bár még mindig rengeteg segítségre szorultam nap mint nap, azért ez már a függetlenség felé egy nagy lépés volt. Mérnöknek tanultam, és mindig is benne volt a családban a tudományos gondolkodás. Azt gondolom, hogy ez sokat segített abban, hogy az olyan problémákat, mint a hűtő ajtajának a kinyitása, vagy a cipő felvétele, nem idegesítő nehézségként, hanem inkább egy megoldandó puzzleként éltem meg. Aztán az egyetemen is rengeteg segítséget kaptam a diáktársaimtól és professzoraimtól egyaránt. Itt már néha egy kicsit szerencsére vissza is tudtam adni, az új évfolyam társaimnak meg tudtam mondani, hogy ki ez nem menjenek szóbelézni, vagy hogyha nagyon muszáj volt, akkor mit mondjanak annak érdekében, hogy egy kettesebben homorítsanak. És ebben az időben ismerkedtem meg most már feleségemmel, aki mindenben támogatott, és motivált, hogy visszatérítsem az életem az eredeti medrébe. Kicsivel több mint három évvel az amputációk után megkaptam diplomámat, irányítás elmélet és robotika szakirányon, és ugyanakkor jelentkeztem a Fulbright ösztöndíjra. Ez egy amerikai ösztöndíjprogram, és a lényege, hogy amerikai diákokat nem amerikai egyetemeken, nem amerikai diákokat pedig amerikai egyetemeken helyeznek el. Amellett, hogy egy kulturális csere zajlik, nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy a világ legjobb egyetemein tanuljanak a diákok. Ehhez viszont szükség van egy nagyon szűken meghatározott célra. Ekkor már megvolt első protézisem, nem ez, és használtam is, de nem szerettem, nagyon kényelmetlen volt, nehéz volt irányítani, sokszor inkább akadályozott a mindennapi életben. Az részben az irányítása miatt volt, ami úgy működött, hogy egy-egy nagyobb megmaradt izom fölötti bőrnél elektródákat helyeztek el, ez nálam a bicepszem és a tricepszem volt, és ezek az elektródák EMG jeleket mértek. Ez olyan, mint az EKG, csak a szív helyett az izmokról érkező elektromos jeleket olvassa. Hogyha egyik vagy másik izmot megfeszítettem, akkor a kéz kinyitott vagy becsukott, ez most nem így működik, de ugyanígy nyitott vagy csukott volna, de ennyi. És ez egyrészt nem egy természetes irányítás, mert senki nem a bicepszével és a tricepszével irányítja a kézfejét, másrészt viszont nagyon korlátozott, mert az emberi kézben 22 szabadságfok van, azaz 22 olyan pont, ahol el tudjuk forgatni, vagy be tudjuk hajlítani, és ezt próbáljuk kettővel helyettesíteni. Ez a gyakorlatra lefordítva annyit jelentett, hogy ha egy pohár vizet akartam a protézissel inni, akkor nagyjából fél percig tartott, protézis nélkül pedig ugyanúgy néhány másodpercig, mint bárki másnak. És ez nekem teljesen felháborítónak és elfogadhatatlannak tűnt, ezért kezdtem el irányítási stratégiákkal foglalkozni. Az ösztöndíjat aztán megnyertem, és majdnem öt évvel az amputációk után, akkor már mennyasszonyommal, kiköltöztünk az Egyesült Államokba. Amikor megtudtuk, hogy a Johns Hopkins Egyetemre vettek fel, akkor nem kellett megnéznünk a térképen, hogy Baltimore hol van, Elég volt a híreket bekapcsolni, ugyanis a lakó éppen akkor gyújtották fel a város, néhány utcányira onnan, ahova mi is költözni készültünk. Az egyetem pedig egy 18 millió forintos tandíjat kért évente. Ez kint nem szokatlan, de az ösztöndíj csak egy bizonyos részét fedezte ennek. Egy másik részét megkaphattam az egyetemtől akkor, hogyha tanulás mellett kutattam is, és tanítottam is. Emellett pedig elvárt volt, hogy a két éves képzés első évében befejezzem az összes tantárgyamat, hogy a második évet már csak a kutatásnak lehessen szentelni. És ezt a feladat mennyiséget csak úgy lehetett elvégezni, hogy azokkal, akikkel egy cipőben jártunk, mindenben segítettük egymást, ahogyan csak tudtuk, mindenki abban, amit ő tudott a legjobban. És ott már nem számított az, hogy nekem nincsenek kezeim, és ezt az egyetem tisztázta is az elején. Megmondták, hogy ha Bármire szükségem van, megadják bármilyen eszközt a boldogulásomhoz, csak kérnem kell, de ugyanúgy fognak engem is mérni, mint bárki mást. És ez így is volt, volt, hogy tabletet kértem, hogy könnyebben tudjak gépelni, volt, hogy diákmunkaként fizettek egy BSC-snek, hogy programozzon helyettem a kutatáshoz, és ugye nekem is meg kellett tanulnom idővel programozni, de ott az adott helyzetben nem tudtam volna határidőre teljesíteni a feladataimat újak nélkül, az egyetem pedig kisegítette, ahogy ezt ígérte. Az első év után, aztán mennyasszonyommal összeházasodtunk Las Vegasban. Nem, nem alkohol hatása alatt, meg, meg volt tervezve. Bár volt néhány érdekes arc előttünk a, a hivatalban. Majd ő hazajött, folytatta a munkáját, én pedig kimaradtam, és második évemet teljesen a kutatásnak szenteltem. Itt volt, hogy heti hét napban napi 12 órákat dolgoztunk azzal az 5-6 emberrel együtt, akivel szorosan egy cél érdekében kutattunk, megkeressük, azonosítsuk, és lehetőleg javítsuk azokat a hibákat, amik miatt a mai napig a felkar protézis használóknak több mint a 30%-a inkább a szekrénybe rakja a karját, mint hogy magán hordja. Hogy ez miért így van, annak rengeteg oka van, és egész külön előadás lehetne szentelni mind a mérnöki, mind az emberi oldalának, Viszont ugyanazok az említett gondok, mint hogy kényelmetlen, mint hogy nehéz használni, hogy gyakran akadályozó tényező is, vagy egyszerűen nem a testünknek a része. Én az irányítási stratégiákkal foglalkozom, itt a cél, hogy megtaláljuk azokat a módszereket, amikkel a lehető leghatékonyabban tudom átadni a protézisnek az én akaratomat. Ez könnyű feladatnak tűnhet, de az emberi kéz érzékelésének és irányításának a komplexitását megvalósítani ember és gép között, elképesztően nehéz feladatnak bizonyul. Az eszközök maguk már léteznek hozzá, nálunk is volt a laborban olyan kar, ami képes volt minden olyan mozdulatra, amire egy emberi kéz. A gond csak az, hogy olyan nem voltak, hogy irányítani tudta volna. Ezért kezdtek el foglalkozni a két elektródás rendszer helyett, mint a felismeréssel. Ennek a lényege, hogy a megmaradt végtag körül nyolc elektródát helyeznek el, ez olvas folyamatosan jeleket, és egyszerre nézzük a nyolc elektródán, hogy milyen kialakuló egyedi elminták jönnek be. Ha érzitek, vagy itt ott sötétebb van, látni nem annyira lehet az alkaratokat, amikor ökölbe szorítjátok, majd utána egy kicsit ellazítjátok és lehajlítjátok a csuklótokat, akkor más-más izomcsoportok feszülnek meg az alkarban, és ez egy másfajta elektromos jelet fog közvetíteni. Ezekre, még hogyha maga a kézfej nincs is már meg, ugyanúgy lehet számítani, és meg lehet tanítani egy gépi tanulási, vagy közismertebb nevén mesterséges intelligencia algoritmusnak, ami utána megpróbálja felismerni az én esetemben azt, hogy megpróbálom kinyitni, vagy megpróbálom becsukni, hogy egyik vagy másik irányba forgatom a csuklót, vagy pedig kinyújtom az alkart, vagy behajlítom. Ez már így intuitív irányítás, hisz ugyanazokat a néha hibázik, és ilyenkor fogni kell, és újra bekapcsolni. Ez a mechanikai része, ez nem az irányítási probléma. Még egyszer neki futunk most már jó lesz. Ezzel kell küzdeni. De ez már egy intuitív irányítás, hisz itt azokat a mozdulatokat próbálja ő is lekövetni, amiket én az eredeti kezemmel végeztem volna, csak vannak vele még gondok. Ebben az esetben az előbb látott probléma nem erre vezethető vissza, viszont az irányításnál legtöbbször a tanításra vezethető vissza. A tanítás folyamata pedig az, hogy monitoron megjelenik előttem egy mozdulatnak a képe, mondjuk az, hogy szorítsa ökölbe a kezemet. Én amíg látom azt a képet, addig próbálom azt a mozdulatot a levágott karommal elvégezni. Ilyenkor a jeleket a gép olvassa, és az adott mozdulatot hozzá tudja kapcsolni, így a jövőben meg tudja jósolni, hogy ha egy ehhez hasonló jelet lát, vagy jel akkor valószínűleg az ökölbeszorítás mozdulatát próbáltam végrehajtani. Viszont innentől kezdve ez egy kőbevésett törvény, hogyha meg akarom változtatni, újra kell tanítanom az egészet. Viszont, hogyha neki megyek egy ajtófélfának, ami néha előfordul, lehet, hogy kicsit gyakrabban, mint kellene, akkor az elektródák elmozdulnak, a jelek megváltoznak, a, pont, a jóslatok pontatlanokká válnak, a kéz pedig nem úgy működik, ahogy én azt elvárnám. És hogyha tízből négyszer elejtek egy poharat, vagy ahelyett, hogy rászorítanék, inkább a csuklót kezdem el forgatni, és ami a pohárban volt, az az ölembe ömlik, ami jobb esetben hideg víz, de rosszabb esetben forró kávé, akkor nem fogom használni azt az eszközt. Mert hiányzik belőle a dinamikus alkalmazkodás lehetősége az, hogy ezeket az apró hibákat akkor javítsuk, amikor éppen kialakulnak. Ezt próbáltam a kutatásomba is belevinni, egy olyan módszert kidolgozni, ami egy kétirányú Kommunikációt épít az ember és a gép között, és lehetőséget ad arra, hogy ha probléma van, akkor akkor javítsuk ki, amikor kialakul, és nyugodtak lehessünk abba, hogy használni tudjuk, amíg csak akarjuk. Bár még magamon ezt nem tudom bemutatni, de a kísérletek azt mutatták, hogy a kommunikáció még a gépekkel is rengeteget segít. Egy másik kutatási irány a laborban az érzékelés volt, bár itt legtöbbször, mint kísérleti nyúl szerepeltem, és az azzal járt, hogy elektródákat kötöttünk a felkaromra, és elektrosokkal próbáltunk érzéseket gerjeszteni a már meg nem lévő kezemben. Amikor éppen nem a székemről ugráltam le, akkor sikerült is dolgokat éreznem, de nem ugyanazokat, amiket egyébként gondoltam volna, vagy eredetileg éreztem volna. De egyáltalán mire gondolunk akkor, hogyha érzékelésről beszélünk? Általában a tapintás, puhaság, nedvesség, hőmérséklet, ezekre a dolgokra. Hogyha ezek lennének is a protézisbe, nem mennék velük sokra. Mert hiányzik belőle valami sokkal fontosabb, valami sokkal elemibb, ami ott van velünk folyamatosan, de nem igazán tudatosítjuk. Hogy ez mi, ahhoz szeretnék mindenkit egy kis kísérletbe bevonni, csukjátok be a szemeteket, és Nyújtsátok ki a karjaitokat az előttetek lévő szék támlája felé. Nem fog sokáig tartani. Hogyha csukott szemmel is mindenki érzi azt, hogy hol helyezkedik el a keze a térben. És hogyha lassan elkezditek oldalra kifele mozgatni, akkor összeütköztek a szomszédaitokkal, és azt is tudjátok már csukott szemmel, hogy ők nagyjából hol helyezkednek el a térben. Ezt a tudatot vagy érzést hívják propriocepciónak. És a protézis erre nem képes. Most már kinyithatja mindenki a szemét. Köszönöm, hogy részt vettetek. Nekem mindig nyitva kell tartanom a szemem ahhoz, hogy tudjam, mit csinál a kéz, és hogy hol van, mert a vizuális az egyetlen visszacsatolásom a működéséről. Cserébe van olyan, amit én meg tudok csinálni, ti pedig nem. Bár. Bár megvallom, hogy ennek nincs sok haszna a való életben. Amit az evolúció év évmilliárdok alatt alakított ki, azt mi most próbáljuk behozni néhány évtized alatt. És nem mondom, hogy ez lehetetlen feladat, de a késztermék még nagyon távol van. Már a mi életünk alatt is rengeteget fejlődött az érzékelés, a mechanika, az irányítás, de az eredetihez képes még mindegyik gyerekcipőben jár. Hiányzik valami, ami összekapcsol minket a gépekkel, egy folyamatos és természetes kommunikáció. És amikor az meg lesz, akkor már nem fog számítani, hogy valakinek nincsenek kezei, vagy nem lát, vagy nem hal, mert az eszközök, hogy helyettesítsük ezeket, már léteznek, csak a kapcsolat hiányzik. Történik néha az emberrel valami, ami kényszeríti, hogy megváltozzon. Van, amikor ez nem látszik kívülről, de van, amikor csak ez látszik. Mindegy, hogy ránk melyik vonatkozik, ilyenkor szembesülünk egy döntéssel, alkalmazkodunk, vagy sem. Ha igen, akkor szembesülünk saját magunk ellenségeivel is, és hogyha legyőzzük őket, akkor haladhatunk tovább a magunk útján. Ehhez viszont meg kell tanulnunk elfogadni mások segítségét, és hálásnak kell lennünk azért, hogy mindig akad olyan, aki átsegít a bajon. Feleségemmel rengeteget tanultam erről, hogy mikor jobb, hogyha én adok segítséget, mikor kell nekem elfogadnom, mikor oldjunk meg együtt problémákat, és mikor jobb, hogyha inkább meg se szólalok. Most kisbabát várunk, és tudom, hogy nehéz lesz, de abban is biztos, vagyunk, hogy biztos vagyok, hogy mindent meg fogunk oldani, ugyanúgy, ahogy eddig kommunikációval, együttműködéssel és alkalmazkodással ezt próbálom a kutatásomba is átvinni, ezt a fajta adaptációt megvalósítani gépekkel, mert itt vannak köztünk folyamatosan minden nap. Egy telefon, egy, egy tablet, egy kéz lehet hátrány, vagy lehet előny. Nincs értelme ellenállunk a technológiai hullámnak, rajtunk áll, hogy alkalmazkodunk-e a világhoz. Hogyha nem, akkor életünk minden eleme az ellenségünké válik, de hogyha igen, akkor minden akadály csak egy újabb lehetőség arra, hogy Előnyt kovácsoljunk belőle. A mondás úgy tartja, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Én ezt egy kicsit megváltoztatnám arra, hogy ami nem öl meg, az lehetőséget ad arra, hogy megerősödjünk. De az, hogy élünk -e ezzel a lehetőséggel, viszont már csak rajtunk múlik.